Változott a korábbi terv az oktatásban, a középiskolások mégsem mennek vissza a tantermekbe április 19-én, marad a távoktatás május 10-éig biztosan. Az is eldőlt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan csak írásbeli érettségi lesz, kivéve azokat a tantárgyakat, amelyeknél ezt nem lehet megoldani. Az általános iskolák, illetve az óvodák esetében marad az eddigi cél, tehát április 19-én lesz a nyitás. Number 3, Dorka. Érettségire készülnek Egerben az Andrássy György Katolikus Gimnázium tanulói, digitális oktatás segítségével, a már megszokott módon. Az iskolában csak így vagy kis csoportos formában oktatnak. Fertőtlenítettünk. Az osztálytermek továbbra is üresen állnak, és ez így is marad az érettségiig. A vizsgán pedig szigorú szabályokat kell betartaniuk, ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hogy május 10-én nyitnak újból az iskolák, hiszen a végzős tanulók nincsenek így kitéve annak a esélynek, hogy addig a két hétig, amíg elkezdik a vizsgáikat, esetlegesen fertőzött. Kapjanak. Kötelező lesz a maszkviselés, belépéskor pedig a kézfertőtlenítés és a testhőmérsékletmérés is. A termekben ezúttal is 10 diák lehet egyszerre, csak az írásbeli érettségiket tartják meg, a szóbeli és a gyakorlati részek jellemzően elmaradnak. Azoknak lesz lehetőségük szóbelizni, akiknek az írásbelie eléri a 12, de nem haladja meg a 25%-ot. A testnevelés az egyetlen tantárgy, amiből szóbeli és gyakorlati vizsga is lesz. A gyakorlatból azonban a fokozott fertőzés veszély miatt kimaradnak a küzdősportok és az úszás is. A járványhelyzet miatt idén sem kötelező érettségizni, aki akarja, későbbre halaszthatja. Ezzel a lehetőséggel ugyanakkor tavaly mindössze a diákok 2%-a élt. Csak az írásbeli vizsgarészeket szervezzük meg, a szóbelik és a gyakorlati vizsgarészek jellemzően elmaradnak. A tavalyi modelltől eltérés azonban, hogy az előrehozott vizsgákat megtartjuk. Tavaly ugyebár mintegy 30 ezer vizsga elmaradt, idén azonban mindenki levizsgázhat, több mint 110 ezer érettségizőre számítunk. Azt fogjuk csinálni, amit már egyszer egy évvel ezelőtt csináltunk, azt ismerjük, az bevált. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy az operatív törzs döntött, csak írásbeli érettségi lesz, és nem nyithatnak meg április 19-én a középiskolák. Készen állunk a iskolák újraindítására, de nem érdemes néhány napra a középiskolákat kinyitni, utána az érettségi szünet miatt meg megint bezárjuk, úgyhogy egyszerűbb, ha azt tesszük, hogy május 10-én indítjuk meg a középiskolai osztályoknak a személyes találkozásra épülő tanítását. Az óvodák és az általános iskolák a korábbi terveknek megfelelően április 19-én nyitnak. A Honvédség az elmúlt 3 hétben országszerte fertőtlenítette az intézményeket, így a diákok biztonságos körülmények között ülhetnek újra iskolapadba.